Sok-sok szeretettel köszöntelek Szexádon, a Fitke Stúdió karanténjába. Kerát Henrietta vagyok edző, és beköltözök az önök otthonába, igaz csak virtuálisan. Ha megengedik, akkor innentől kezdve, mint sportársakat, nem magázni, hanem tegezni fogom. Így egyszerűbb lesz. A koronavírus járványra való tekintettel ugye beszorultunk a négy fal közé, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is elég szűkös körülmények között mozgunk. Nagyon fontos lenne, hogy a mindennapi mozgást beiktassuk ezekbe a napokba, hiszen nem csak hogy stresszoldó, hanem a szorongásunkat is nagyon-nagyon könnyedén tudjuk vele elűzni. Nagyon jó lehetőség. Apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, nagymamák, nemtől, kortól függetlenül, bárki. Gyertek és tartsatok velem! Ne várd meg azt, hogy majd holnap elkezdem. Még ma kezd el. És azzal se törődjél, hogy ki mit mond. Bízz magadban, bízz bennem. Mert te és én, mi ketten, mint egy csapat, sőt, mint egy közösség, elérhetjük a céljaidat. De ehhez az kell, hogy most felállj a székből, és gyere velem. Győzzük le ezt a vírust, erősítsük meg az immunrendszeredet, minden egyes nap más-más edzésprogrammal foglak várni benneteket itt, a Tolnatáj Televízióban. Szeretettel köszöntelek a mai súlyzós, erősítő, átmozgató tornán. Lássunk is neki! Felkészültél? Bemelegítéssel kezdünk, mindig, soha ne felejtsd el, bemelegítés, edzés, nyújtás a végén. Semmelyik nem maradhat el. Most már össze tudjuk ugye kombinálni az eddig tanultakat. És együtt tud mozogni karláb, és nem darabos. Párosan. Állj meg, forog, dob a kar, forog a törzs, és nyújt a kar váltva. Fordulj utána. Kasza. Megyünk le törzsdöntés. Megyünk föl vele. Le, még egyszer. Marad fönn, húz a sarok. Sziasztok, hogy vagytok? Húz a tér. Emlékszel még? Lépzár, hinta, fordul. Húz a tér. Rúga popsi. Pumpa hátul. Kinyújt a kéz. Hátra megy a súlypont, megemelkedik a cipőóra. Föl és le. Hinta. Fordul. Húz a hátul levő térd. Karral, ha megy. Ruga popsi, 8. Lent fönt. Hátul a súlypont. Érint hosszan. És közé. Hinta. Megy utána a váll. A jól megérdemelt kis súlyzónkkal most összefogunk barátkozni
Ha nem áll rendelkezésedre súlyzó, akkor ásványvizes palack is tökéletesen megfelel. Marad a hinta, és oldalsó középtartásba emel a kar. Figyeljen a páros! Figyelj arra mindig, hogy a könyök vezet. A könyök van, könyököd van a legmagasabb ponton. Csak itt pici, pici, húz! A hinta marad, még, négy. Tart! Icipicit behajlítod a térdedet, és tart a súly is. Figyelj, ellentétes oldalra törzs döntés, egy, vissza kettő, érint a másik, vissza négy, addig a másikat csípőre teheted. Mindenedet érezni fogod, az összes testrészt átmozgatjuk. Még egy-egy. Ha nincs súlyzód, nem baj, súlyzó nélkül is tökéletesen megfelel ez a gyakorlat. Jó, rakd a válladra, tenyeredet vagy a súlyzódat, és told föl. Emlékszel még az elején arra a gyakorlatra az legelső blokkunkba, mikor emeltük elől a lábat? Na most összekombináljuk ezzel. Told. Nagyon jó! Kicsit lógasd, pihentesd meg, és jön a másik oldal. Mehet! Egyenes a törzs, térd enyhén behajlítva, nincs kifeszítve. Ügyes vagy, nagyon jó. Ugye most a vállizmok dolgoztak, kicsit megmozgatjuk a bicepszet is. Comb mellől indít a mozdulat, és befordít. Befordít a súly. Mindenből 8-akat csinálunk. A későbbiekben te döntöd el, hogy hány ismétléssel és hány körrel dolgozol. Figyelj, innen fogjuk indítani a mozdulatokat. Nyit, tol, leenged, zár. Ezek már megint ilyen összetett feladatok. Több izomcsoport is bekapcsolódik a munkába. Bicepszel tartasz, mellizommal nyitsz, és vállizommal tolsz. Na még egy. Jó. Amíg egy picit pihen a karod, addig jön a láb, jó? Ne rakd messze a súlyzót, mert csak picit pihen a kar. Négy kézláb megyünk, jobb lábad hátul kinyújtod. Karhajlítással emeled a lábadat föl. Úroddal megérinted a talajt. Nagyon jó, behúz, kitold. Jön a másik oldal. Bal lábad nyújtott ki, széles a kartámasz, karhajlít és emel a láb. Zárod a kart, váll alatt a kéz, és húztol a láb 8 darab. Figyelj, megpróbálod föltolni magad sátorállásba, letolni a sarkadat, és betolni a törzsedet a karod közé. Kicsit tartod,
És a jobb lábad kicsit előre lépsz, a bal lábaddal pedig megemeled. Megemeled a bal lábad. Gyerünk! Jó. Ragd le a bal lábad sarkát, lép vele a jobbal. Most a ballal lépsz előre. És emel a nyújtott láb. Föl! Mellé zár, oda sétálsz a kezeddel, csigolyáról csigolyára feljössz, és vált körzöl. Megfogod a súlyzódat, és jönnek a tricepszizmok. Kinyújtod a kart fül mellé, és engeded le hátra a súlyt, egészen addig, ameddig hajlik a könyököd, és próbálod a könyöködet összpontosítani a füled mellé. Ügyes vagy! Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztben magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!